óráról órára, naponta legalább 6-8 óra oktatás van a tévékben, minden csatornán, talán a spektrumot kivéve, vagy természettudományos csatornákat kivéve, a sportcsatornát kivéve, az, hogy hogy roncsd el az életedet. Folyamatos és megújuló tanfolyamok, ezeket úgy hívják, hogy tévésorozatok. Ezeknek a közös alcíme, hogy roncsam el az életemet. Hogy lehetetlenítsek el egy kapcsolatot. Mit csinálják azért, hogy abszolút nem működjék. Tessék megnézni, akár a fiataloknak szóló, akár a idősebb korosztálynak, akár a ugyancsak az időseknek szóló, hogy roncsam el az életemet. Ez a közös alcíme mindegyik sorozatnak. A legfontosabbat, amire allergiásak vagyunk, a világra jövetelettől a halálunkig, mindvégig, ha korlátoznak minket a szabadságunkba. Ha a gyerekből dürohamat akarok kiváltani, akkor korlátozzam őt. De úgy, hogy a feje lila lesz, olyan mérges lesz. De mindegy gyerek. A felnőtt is. Csak ő már a leplezés technikában sokkal jártasabb, mint a gyerek. A gyerek nagyon őszinte. Jóves Attila írta, hogy ordítottam, topozzékoltam. Igen, a gyerek még felnőtt is csak belülről topozzékol és ordít. Korlátozzuk a másikat, és ott az irdatlan nagy belső roham. A párkapcsolatok jelenleg úgy vannak szabályozva a társadalomba, a párkapcsolatok, hogy szó sincs szabadságról. Mind a kettő rabtartónak rendezkedik be. Egy aláfölé rendel, ahol mindenki ő a fölé rendeltje a másiknak. Szó sincs mellére, szó sincs szabadságról. Sose felejtem, mert párkapcsolati szexualitásról szólt egy hétvége, és utóides volt egy fiatalasszony, férjével ott volt, és beszélgettük össze. Hát én mindent megengedek a férjemnek. Ő azt csinál, amit akar. Azt kérdeztem, te. Azt mondjam, ki ön, hogy megengedhet valamit a férjének? Mi az, hogy megengedek? Hát engedélyt kell kérni a férjének, vagy valami? Vagy ő neki engedélyt kell a férjétől? Nem. Két szabad ember van egymás mellett. Két szabad ember. Senkinek nem vagyunk alárendelve. Hadárjánál Istennek se vagyunk alárendelve. A szeretet nem ismer alá és fölé rendelő kapcsolatot. Alá és fölé rendelő kapcsolat a valóságban nincs. Ami virtuális valóságban persze van, de az olyan is. Nincs. Egy párkapcsolat vagy valóságos, vagy semmilyen. Virtuálisan megy ám piszkosul. Tök úgy néz ki, mintha volna, de nincs. Hát ezt ismerjük. Ismerjük. Másik nagyon fontos. Ez a szeretetnek minden megnyilvánulási formájánál is, és a párkapcsolatnál is nagyon fontos. Hogy a szeretet, azaz a másik elfogadása, és az odaadottság az nem állapot. Az nem állapot. Nincs, ahogy nincs falam, én tök elfogadom a másikat, és tök odaadott, hogy ilyen nincs. Az a pillanat kegyelme, hogy most el tudom fogadni, mert erről csak beszélni könnyű, a világ legnehezebb dolga másikat elfogadni. Amíg nem fogadom el, nem is tudom odaadni magam, hisz ott a fal. Nem megy át. Tehát nehogy azt higgyük, hogy Úristen, milyen vagyok én, hogy mert voltak azért a közös életünkben, már 80 évben vagyunk házasok, hát az elején volt néhány másodperc, amikor el tudtam fogadni. Nagy eredmény. Hát ez már csúcs. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. A világ legnehezebb dolga. Miért arra vagyunk idomítva, hogy elvárásunk legyen. Lehet, hogy elmondjuk, lehet, hogy nem mondjuk el, de nagyon elvárjuk, hogy csinálj azt is, amit én nem is mondtam. Csinálj azt, amit én gondolok, hogy neki kéne csinálni. És ha nem csinál, agybajt kapunk tőle. Mert tudhatná, hogy... Tudhatná.
Ilyenek vagyunk, semmi baj nincsen. Semmi baj. Hogy milyen irgalmatlan nehéz, az csak azt tudja, aki már próbálta. Ha még nem próbáltatok, nem baj, lehet próbálkozni vele. Én nagyon remélem, hogy sokkal nagyobb sikerrel jártok, mint én. Maga az iszonyatos gyötrelem. Mert mihelyt az ember berendezkedik, hogy elfogadja a másikat, akkor derül, hogy elfogadhatatlan. Hát ez az. És hogy is gondoltam én, Úristen, miért kellett nekünk találkozni, és így tovább. Borzalmasan ez. És ráadásul a kapcsolatainkban soha nincs. Véletlen nincs az életünkben. Egyáltalán. Soha semmilyen véletlen nincs. Amit véletlennek nevezünk, csak annyit jelent, hogy nem látjuk át a létezés egészét. Nem véljük azt, hogy ez történik. A véletlen az általunk fel nem ismert szükségszerűség. Ami történik, az tök szükségszerűen történik. Teljesen szükségszerű, hogy mit találkozzunk. Hogy egymást lássátok. Borzasztó nagy szükségünk van egymásra. Nem arra, hogy beszél vagy nem beszél, hogy van. Hogy van. Mi csak azért tudjuk nehezen elviselni másokat, csak azért. Mert nekünk elvárásaik van. Ha nem lenne elvárás, semmi nehézség nem lenne. Hát mondjuk ilyen elvárások vannak, hogy mosakodjon meg. Hát ő meg nem mosaksz. Hát büdös. Na és aztán. Hát ez van. Tök mindegy, hogy mi. Egy nagy titkot árulok el. Ezt még senki nem tudja. Ez maga a beavatás. Hogy az van, ami van. És ami nincs, az nincs. Tehát, hogyha nincs az, amit én elvárok, akkor a bion illúzió volt. És ha ezért ölöm magamat, arról nem a másik tehet. A másik nem mosak. Na és aztán? De ez engem zavar, azt nem ő okozta. Én okoztam magam, mert azt hiszem, hogy neki meg kéne mosakodni. Rohadtul nem kell neki megmosakodni. Ha kéne, megmosakodnak. De nem mosakodnak. Ez mindennel így van. Mindennel így van. Ez mindennel így van. A múltunk már nincs, abszolút nincs múltunk. Tényleg nincs. Hogy amilyen szerencsétlenek vagyunk, hogy pont vagy cipeljük a múltunkat, de piszkosul. Ezért valamire jó a múlt. Két szempontból is. Egy, hogy megváltoztathatatlan. És ami történt, annak úgy kellett történnie. Honnan tudjuk? Ne úgy történt. Mert történhetett volna másképp, de nem másképp történt, ez úgy történt. És ez úgy jó. Ha nem látom jónak, nagyon nem látom jól. Tudjátok, hogy milyen csodálatos múltunk van? Ez akkor is, hogy belehánysz, ha rágondolsz. De csodálatos. Elképesztő. Elképesztően csodálatos. És gondolj bele, hogy mindaz, ami fájdalom volt a múltamban, az azért volt, mert valamilyen képet alkottam valamiről, és nem az jött be. És szembesültem vele, hogy nem az jött be. És majd beledöglöttem. Mibe? A valóságba. Mibe? Abba, hogy nem tudtam nem elengedni az illúziót. El kellett engednem. Mert ez volt a megfelelőzhetetlen valóság. És gyönyörű, hogy mi mennyit tanultunk belőle. Hogy rengeteget. Az a mi múltunk az úgy csoda, hogy volt. Hát gondolj, gyerekkorunk, hát ez maga a csoda. Miért volt csoda? Mert semmit nem vártunk. Ebből eredet minden ajándék volt, ami jött.
Tehát semmi nem változott. Most is így van. Csak most már azért tudjuk, hogy mit lehet elvárni az élet, és mit nem. Hát, úgy is nézünk ki. A szünet után gyorsan végig megyünk azokon a illúziókon, amit tök készpénznek veszünk, teljesen készpénznek, hogy meggyőződésünk az úgy van, megint attól, hogy nincs úgy, de egy csomó-csomó illúziót elveszítünk, nagyon rossz lesz. Nagyon rossz lesz, de hátha. Mikor elsajátítjuk az emberi közösség normarendszerét, akkor beilleszkedünk ebbe a közösségbe, milyen alapelvek nyomán építjük emberi kapcsolatainkat, van-e benne alapvető hiba az alapállásba, a normában, és ha igen, akkor lehet ezen segíteni, és hogy lehet megoldani esetleg a mi belső és kapcsolatbeli konfliktusainkat. De vizsgáljuk meg a valóságot is. A valóságot is. Ennek a fényében fogjuk látni azt, hogy azért vannak problémák. Szó esett szünet előtt arról, hogy sok-sok illúziót megemlítünk. Egyrészt illúzió az a kép, amelyet önmagamról alkottam, az én képem. Nem vagyok avval azonos. Illúzió az a kép, amelyet én hordozok a világról. Ez egy hiányos képhalmaz. De számomra olyan a világ, amilyen képet alkottam róla az idők során. És megteremtjük az emberi közösségben a magunk illúzió világát is. A mi fájdalmunk, sérüléseink, sebeink, ezeknek az illúzióknak a sorozatos elvesztése. Ilyen illúzió, amit mi az emberi közösségben tulajdon viszonynak és tulajdonrendszernek tekintünk. Nem rossz egyébként, meg kell mondanom, semmi baj nincs, egy illúziónkkal sincs semmi baj, addig, amíg nem tudom, hogy ez illúzió, mert akkor tudom kezelni. Amíg az illúziót valóságnak gondolom, addig meg azt kezel engem. És itt van a tragédia. Vizsgáljuk meg, hogy mi a valóságos tulajdon, viszont szó esett róla, hogy minden odaadja magát, ebből eredően, hadd egy nagy titkot, végtelenül gazdagok vagyunk mindannyian, mert bárhol vagyunk, minden odaadja magát nekünk. És ezért a kisujjamat se kell mondítani. Van egy másik birtokviszonyrendszer, ez meg a közmegállapodás szerinti birtokviszonyrendszer. Ebben élünk, mozgunk és vagyunk, hogy jól megszabott és jogilag definiált módja van, hogy én hogy birtokolhatok valamit. Így van nekünk ingünk-gatyánk, házunk, földünk, mindenféle személyi tulajdonunk, meg kocsink is, meg bármi, és mondhatjuk nyugodtan, van lakásom, van kocsim, van ruhám, vannak könyveim, és itt tovább papírunk is van róla, senki nem kérdőjelezi meg, hogy a miénk, de milyennek a valóság tartalma. Mikor enyém a kocsi, ha benne ülök? Vagy ha ott vagyok, mert már akkor odaadja magát nekem. De ez a kocsi olyan, hogy a tovarnak is odaadja magát. Ez a valóság. Valóság. És ha ellopják a kocsit, mivel leszek szegényebb, avval az illúzióval, hogy ez a kocsi az enyém. Még papírom is van róla. Ennyi. Bármi, ami tulajdonban elveszik, sosem az tűnik el, hanem avval az illúzióval leszek szegényebb, hogy ez a dolog az enyém. Hogy mennyire illuzórikus, ha addig nem világlik meg számomra, megvilágulik a halálomnál, a küszöbön. Nem viszek át semmit. Amit nem viszek magammal a halálomkor, az nem is volt sohasem az enyém. Csak én azt hittem róla. Csak hittem róla. Ez korán sem jelenti azt, hogy rossz lenne a magántulajdon, rossz lenne gazdagnak lenni. Hülye, aki ezt gondolja.
Egyáltalán nem. Csak tudjam, hogy nem ez a boldogságom záloga. Tudjam, hogy ez egy közmegegyezéses fikció, valóság alapja nincs. Ugyanúgy, mint az államhatároknak. Ha valaki röpült már, az tudja, az életben nem látott határat. Soha. Látott földet, tántót, hegyet, tenget, folyókat, tavakat, házakat és városokat, de határt az életben nem látott. De nincs. Ez egy közmegegyezéses vonal, és hányan haltak meg érte, és miatta. Mint hogy a fiktív tulajdonviszonyért is hányan haltak meg, hát írdatlassa. Csak nem minden háború ez a fiktív idiotizmus miatt van. De hát nem baj, ez van. Tehát gyakorlatilag, de tessék belegondolni, hogy bármit vesz, vagy bárkit vesztek el. Mi válik nyilvánvalóvá az ő halála révén, vagy amikor én meghalok, hogy senkit sem vihetek. Senki sem az enyém. Senki. A gyerekem sem. Ami a legszervesebb tulajdonnak tűnik. Az sem. Még akkor is, hogy hát én nem vagyok nő, nem mondhatom, hogy a testemből testedzett. Nem az enyém. Mikor rám van bízva. Amit én ilyen fiktív tulajdonként magaménak valhatok a társadalmi közmegegyezésbe, tekinthetem, hogy rám van bízva. És amit az élet ad nekem, ő is rám van bízva. De van ennek egy másik oldala, például a gyerekszülőtök, és mi vagyunk ő rájuk bízva. Ő a kis mesterünk, erről már szó esett. Rájuk vagyunk bízva. A látszat azt mutatja, hogy teljesen ránk szorul, de minden esetben, amikor ránk szorul valami, valaki, vagy valami, ne felejtsük el, mi szorulunk ő rá. Nagyon erős mértékben. Nagyon-nagyon erős mértékben. Ezt érezzük is, hogy szükségünk van arra a gyerekre. És ezért a gyerek elvesztésénél nagy a fájdalmat én elképzelni nem tudok, mert olyan irdatlan erős kötődés is alakul ki. Nagyon-nagyon nagy szükségünk van rá, és hát azért van. És ha nincs szükségünk, nincs. Akkor nekünk másra van szükségünk. Mi mindig megkapjuk azt, amire szükségünk van. Kivétel nélkül és mindig. Amikor bármit elveszitek, vagy bárkit, a birtoklás illúzióját veszítem el. A veszteséghez való hozzáállásról elnézést kérek azoktól, akik már hallották tőlem, hadd mondjak el egy igaz és megtörtént esetet. Aztán már 90-en túl volt a papa és a mama, és hát az utóbbi néhány évtizedben már nagyon kiegyensúlyozottan éltek, és tényleg már nagyon szerették egymást, és meghalt a papa. A szűk családi körön 90-100 ember, akik életének és közös életüknek ez a papa és a mama volt a középpontja, hát teljesen kétségbe estek. Mert tudták, hogy mennyire szeretik egymást, és tudjuk, hogy szinte törvényszerű, hogyha elmegy az egyik, utána megy a másik, és ettől reszketett a család. És reszkedtek attól, hogy mi lesz a mamával, hogy hogy tudja ezt a veszteséget elviselni. De ami a legérdekesebb volt, hogy a mama igen megsiratta, megkönnyezte a férje halálát, de nagyon derűs volt, szóval nem volt az a hajszaggató, hogy miért hagyta el egy jaj, de borzasztó, stb. Nem, nagyon derűs volt a mama. Amitől félt a család, az a temetés volt. Hogy fogja kibírni a mama, amikor ott döng a koporson a rög? Úgyhogy a temetése, mint később kiderült, több orvos is volt a családban, mindegyik vitt magával injekciót, meg egyebeket, hogyha mami rosszul lesz. De a mami nem lett rosszul. Ott állt, megkönnyezte a férjét, temetéskor is, de nyugodt derűt árasztott. Már azt hitték, hogy elszállt az agya, hogy ez a fájdalomtól van, de nem úgy nézett ki egyáltalán. És a temetésen, amikor már elment a pap, el a sírások, már az összes ismerős
részvétét nyilvánítottam maminak is, és ő csak ott állt a sír mellett. A szemét lesütötte, és várt. De már mindenki elment, csak a szűk családi kör, az a századnehány ember volt ott, és várták, hogy már menjen a mami, mert éreztük, hogy most nem lehet mondani a maminak, hogy most menjünk, mert már mindenki elment. Mami az úgy állt ott. Nem lehetett megszólítani. És egyszer csak elérkezett az a pillanat, amit úgy szoktak mondani, hogy angyal szállt át. Ismeritek, amikor hirtelen egyszerre mindenki elhallgat, és csend lesz. És mikor elérkezett a csend pillanata, a mami fölemelte a fejét, és végignézett mindenki. És tudták, hogy most fog fellebbenni a fátyol arról a titokról, hogy a mami miért ilyen derűs? Mert senki nem értette. És várták, hogy megszólaljon, de a mami nem szólt semmit, csak így hátramutatott. És ott a sírtól nem messze állt egy kripta, és ezen a kriptának a feliratára mutatott. És ebben a pillanatban mindenki mindent megértett. A felirat így szólt, köszönöm, hogy voltál. A veszteségeink csak illúziót tudunk veszíteni. Az illúziónak is érdemes azt mondani, hogy köszönöm, hogy voltál. Mindennek és mindenkinek, aki volt az életünkben, köszönöm, hogy voltál. Nagyon sokszor emberi kapcsolatban nem akkor veszítjük el a másikat, amikor nyilvánvalóvá lesz. Az emberi kapcsolat lényege, és ami nem ez, az mindjárt tudni fog, hogy illúzió. Minden emberi cselekvés attól lesz emberi, hogy szabad és önkéntes. Ezt még a jog is csak a önkéntes szabadon tett dolgot tekinti számon kérhetőnek. A kényszer alatt tettet nem. A párkapcsolat lényeg az önkéntesség. Ha egy párkapcsolatban bármilyen szinten és bármilyen mértékben megjelenik az erőszak, abban a pillanatban vége a párkapcsolatnak. Nem az szünteti meg a párkapcsolatot, számolja fel, aki elmegy az erőszak elől, hanem az, aki erőszakot alkalmaz. Ez nem feltétlen fizikai erőszakról van szó. Nincs párkapcsolat ott, ahol elvárás van ennyi. Az is erőszak. Gyengéd erőszak. Honnan tudom, hogy nincs kapcsolatom a másikkal? Hogy teljesen vakvágányon vagyok. Ha számon kérem, nincs jogom számon kérni. Ha engedélyezek valamit, nincs jogom engedélyt. Van a, ami emberlétünkben hallatlan izgalmas dolog, hogy a legfejlettebb állatok is vagyunk. A középkorban úgy definiálták az embert, hogy anima rationale, tehát a gondolkodó állat. Igen, teljes mértékig állatok vagyunk. És bennünk van minden, ami az állatban is benne van. És mi ez, hogy ami engem vonz, ami jó nekem, az foggal körömmel ragaszkodom. Tehát, hogyha bennünk bármilyen ragaszkodás van, vagy a másik elvesztésétől való félelem, az teljesen természetes. De eddig bennem az állat. Az ember, nem tudok más mondani, e fölött van. Az emberi kapcsolatoknak a szeretet az alapja. Ha az nincs, akkor nincsen. Van nagyon jó állati kapcsolat, tök jó, de csak az nem emberi. De az nem baj, az se baj, csak az nem az. Hogy a mi emberi kapcsolatainkat is át színezik. A kisajátító ragaszkodás, a másik elvesztésének a félelme, akkor a mindegy gyűjtőként lehet mondani, hogy a féltékenység, ezek teljesen természetes dolgok. Ne felejtsük el, hogy ez csak a vonzalom szintjén. Ha szeretem, akkor nem tudok más mondani, ennek nincs helye. De nem úgy nincs helye, hogy elkezdek harcolni ellene magamban, nem. Ha bármilyen rossz tulajdonságom ellen én harcolok,
Aval csak egy eredménye lesz, hogy még jobban magamhoz ragasztom. Még jobban elmélyül bennem. Amikor felfedezem magamba az állatot, én azt nem tudom kiirtani magamból. Nem is lehet, nem is érdemes, csak még jobban fokozódik. Vegyem tudomásul, hát igen, egy állat vagyok. Hogy megőrülök még a gondolatától is, hogy fogadjam el, mert ha elfogadom, hanem akkor is megőrülök. De ha elfogadom, mert egyre kevésbé fogok őrülni, és eljutok oda, hogy örülni fogok. Aki bármilyen rossz tulajdonságot tud magáról, elállok egy nagy-nagy titkot, már sok titkot elúrtam el. Egyáltalán nem rossz. Nincs egyetlen tulajdonságunk sem, ami rossz lenne. Semmi. Van tulajdonságunk. Ezek tökéletesen semlegesek. Ez eszköz, amikor édesanyánk szív alatt megfogantunk, a két ivarsejt egyesült, ebben a pillanatban eldönt, hogy milyen test és szellemi adottságaink vannak. És mindazon tulajdonságok, amik vannak, ezek az én kincseim, ezek az én eszközeim, amivel tudok mit kezdeni. Nagy titok. Amilyen tulajdonságom nekem nincs, avval semmit nem tudok kezdeni. És mi szivatjuk magunkat, de piszkosul, hogy miért nem vagyok magasabb, alacsonyabb, kövérebb, soványabb, okosabb, butább, stb. Olyan vagyok, amilyen, és ilyen még soha nem volt, de nem is lesz. Csúcs vagyok, minden tulajdonságom szuper. Szuper, nem hogy rossz lenne, szuper, mert ez van, más nincs. Én csak ebben tudok. Mit jelentenek az én tulajdonságaim? Megmutatják az utamat. Megmutatják az utamat. Hogy én sem operaénekes, sem balettáncos, semmilyen ilyen adottságom nincs. Ugye? Hát meg kell mondani, ezért nem is öltem magam, hogy, hogy az legyen. Hát van, aki öli magát. És még hallása se volt. Ének tanárokhoz járt, azok megőrültek tőle. Mert ő operaénekes akart lenni. Hát ebben szúrt el az életet, hogy miért nincs neki szerencsé, mert mindenki gonosz volt, mert nem engedték, hogy énekel. Hát egy lebújban nem engedték volna, kivágták volna azonnal. De hát ő avval ölte meg. Nem baj. De amin van, de viszont van egy nagyon-nagyon-nagyon sok tulajdonságom. De minden tulajdonság, valamit tudok, megmutatja az utamat. Amilyen tulajdonságom nincs, az megmutatja, mi nem az én utam. A másik, ennek a koordinátorrendszernek a másik összetevő, egyik az adottságaim, másik pedig a körülményeim. Mert hiába vagyok egy született matematikus zseni, hogyha én a városszéli putriban növök fel, azt a szót sem hallom, hogy matematika, soha nem lesz belőle. Viszont én leszek a legjobb zsugás, meg kockázó, meg egyebek a környezetemben, de matematika az életben nem leszek. Nem baj. Tehát az, hogy egy adottság hogy tudja kibontani magát, az nagyon-nagyon fontos dolog, hogy milyen környezetben vagyok. És itt is, hogy mi az, amin tudok változtatni, mi az, amin nem tudok változtatni. Mert tudok változtatni, úgy is megváltoztatni. Amin nem tudok, azok az adottságaim. Azon nem tudok változtatni. Környezetemen sok esetben igen, de van, amikor abszolút nem tudok változtatni. A kettő adja meg, hogy mi az én utam, és mi nem az én utam. De ha nem látom, akkor sincs semmi baj, semmi az ég adta a világon. Mert mindig megkapjuk azt, hogy lássunk. Ha nem látunk, az se baj. Ez olyan, hogy neki megyünk a falnak. Ott már úgyse tudunk tovább menni. Ezt a kegyelmet, amikor létkényszer alá kerülünk, ezt úgy hívják, hogy betegség. Úgy hívják, hogy betegség. Minden betegség megállít valamiben, nem tudom megtenni, mert képtelen vagyok rá, mindjárt megmutatja, mi nem az én utam. És minden betegség kényszerít valamire, és megmutatja, mi az én utam. A világ legaktívabb mukia lehetek, és minden.
Itt semmi baj nincs. Eddig semmi baj nincs. Ha én elítélem azt, hogy lusta, mint a dög, aki ki se dugja a lábát sem az ágyból, mit gondoltok, milyen betegséget kap? Ki se tud mozdulni az ágyból. Dögleni fog egészen addig, amíg el nem fogadja azt, hogy ilyen is van, és így is lehet. Mindig arra kényszerít minket az élet, hogy azt tegyük meg, amit nem tudunk elfogadni másokban.